15 millió forint értékű műszeradományt kapott a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei gyermekegészségügyi központ. A készülék évente körülbelül 500 gyermek műtétjét teszi biztonságosabbá a korábban alkalmazott eljárásokhoz képest. A műszert a leltárba vétel és a sterilizálás után a napokban már használni is fogják a gyerekorvosai. Ezt a korszerű ultrahangos vágó és vérzéscsillapító készüléket adományozta a Gyermekrák Alapítványa GYEK gyermeksebészeti osztályának. Az osztály az ország legnagyobb ágyszámú és legszélesebb profilú gyermeksebészete, amely regionális központként működik, de hazánk teljes területéről fogadja a kis betegeket. Évente 120-140 műtétet végeznek rákos, daganatos és hematológiai betegségekben szenvedő gyermekeken. Az új készüléket is a daganatsebészeten használják majd. Ez rendkívül nagy segítséget jelent számunkra, és mindenekelőtt a kisbetegek számára, ugyanis segítségével jóval kisebb vérveszteséggel lehet elvégezni bizonyos nagy műtéteket, elsősorban daganatos műtéteket, különböző laparoszkópos műtéteket. A készülék a rákos gyermekek műtéti beavatkozásain túl nagy segítséget jelent az újszülött sebészeti beavatkozásoknál és az endoszkópos műtéteknél is. Ezen kívül használatával elkerülhető a vérátömlesztés, annak minden szövődményével együtt. A készülékre a kórháznak már több mint 10 éve is szüksége lett volna, pénzügyi lehetőségei azonban azóta sem tették lehetővé a nagyértékű eszköz megvásárlását. Ez egy óriási spórolás ennek az egészségügyi intézménynek, mert ezek a kések, amik ebben a műszerben vannak, ezeket nem kell kidobni műtét után, hanem sterilizálhatók. És ez egy nagyon komoly spórolás egy egészségügyi intézménynek. A Gyermekrák Alapítvány a korszerű berendezést a személyi jövedelemadó 1%-ából befolyt támogatásból tudta megvásárolni. A Miskolci Kórház és Gyermekklinika műszerparkjának fejlesztését a Gyermekrák Alapítvány korábban 115 millió forint értékben már támogatta. Megyénkben pedig jelenleg 139 gyermeknek biztosít gyógyszereket, vitaminokat, táplálékkiegészítő készítményeket, családjuknak pedig rendszeres anyagi támogatást.